Mai előadásunk témája az incidens management, melyben azt fogom bemutatni, hogy miért annyira nagyon fontos a kiberbiztonsági incidensekkel foglalkozni napjainkban, illetve milyennek az elmélete, milyen fogalmi rendszerek kapcsolódnak az incidens managementhez, illetve bemutatok egy nagyon érdekes kutatást is, amit 2017-18-ban végeztünk, és ami egy kicsit rávilágít arra, hogy hogy is működik manapság a modern incidens management. Kezdjünk is bele tehát ebbe. Miért fontos biztonsági incidensekkel foglalkozni a Magyarországon és az Európa Unióban, hát elsősorban azért, mert muszáj, mert kötelező, mert számos olyan jogszabály került e, érvényre, illetve került kihirdetésre az elmúlt években, melyeknek az egyik alapvető követelménye az, hogy az incidenseket legyünk képesek észlelni, és ezeket legyünk képesek jelenteni is az arra fölkent hatóságnak. Így például ilyen az információbiztonsági törvény, mely 2013 óta tartalmaz azt a követelményt, hogy minden olyan, szervezet, aki az IBTV hatájára tartozik, a tudomásra jutott incidenseket jelentse az ezzel foglalkozó szervezetnek, praktikusan a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek. Ilyen a GDPR, mely minden személyes adatokat érintő incidens esetén jelentési követelményt és kötelezettséget ró azokra, akik a személyes adatokat kezelték, ebben az esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság számára kell jelenteni ezeket az incidenseket. És ilyen az NISD, az Európai Hálózatok és Információs Rendszerek direktívája, mely a létfontosságú rendszerek esetében teszi kötelezővé az incidensek jelentését, egyébként ugyanúgy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet számára, mint az IBTV esetében is. Illetve nem utolsó sorban annak is köszönhető az incidens kezelés fontossága, hogy egyre több a kiberbiztonsági incidens, egyre több olyan probléma van, melyel foglalkozni kell, melyet kezelni kell, melyet valahogy valamilyen módon be kell építeni a szervezeti tudásba, annak érdekében, hogy ez a későbbiekben még kisebb, és még kevesebb kárt okozzon. Az információk biztonsági fenyegetések és az ebből eredő incidensek pedig nap mint nap megjelennek a szervezeteknél, tehát nagyon egyszerűen az élet kikövetelte azt, hogy legyen egy olyan folyamatunk, mely az incidens kezeléssel foglalkozik. Az incidens kezelés egyébként, mint említettem is, egy folyamat, tehát mindenképpen van egy eleje, egy közepe, de nincsen semmiképpen sem vége, hiszen amikor egy incidens képesek voltunk valamilyen módon kezelni, akkor ennek tanulságai visszaszivárognak a szervezet tudásába javítani fogják, mint magát az incidens kezelés is folyamatot, mint pedig ugye a kockázatelemzéssel fognak majd nagyon hasznos inputként, bemeneti információként szolgálni. Kicsit tisztázzuk a fogalmakat is, hiszen az IBTV e szerint határozza meg a biztonsági eseményeket. Szerint a biztonsági esemény egy nem kívánt vagy nem várt egyedi esemény vagy esemény sorozat, mely az elektronikus információs rendszerben kedvezőtlen változást, vagy egy előzőleg ismeretlen helyzetet idéz elő, és amelynek hatására az elektronikus információs rendszer által hordozott információ bizalmassága, sértetlensége, hitelessége, funkcionalitása vagy állása elvész, illetve megsérül. A biztonsági esemény kezelése pedig az ellenőkös információs rendszerben bekövetkezett biztonsági esemény dokumentálása, következményeinek felszámolása, a bekövetkezés okainak és felelősségének megállapítása és a hasonló biztonsági események jövőbeni előfordulásának megakadályozása érdekében végzett tervszerű tevékenység. A súlyos biztonsági esemény pedig olyan informatikai esemény, mely bekövetkezése esetén az állam működése szempontjából kritikus adatok bizalmassága, sértetlensége vagy rendelkezésre állása sérülhet, emberéletek kerülhetnek közvetlen veszélybe, személyi sérülések nagy következhetnek be, súlyos bizalomvesztés következhet be az állammal vagy az érintett szervezettel szemben, alapvető emberi vagy a társadalmi működése szempontjából kiemelt jogok sérülhetnek és innen már láthatjuk is, hogy alapvetően a bizalmasság, a sétetlenség és a rendelkezésre állás valamilyen megsértésről beszélünk akkor, amikor incidensről beszélünk, viszont az amerikai terminológia egy picit máshogy fogalmaz. Ezek a fogalmak a NISTESP 861, tehát az amerikai szabványügyi testület különleges publikációk közül a 800-as sorozat 61-esben vannak részletesen leírva, és egyébként ezt a terminológiát használja a szakirodalom is. Ebben kicsit szembe megy a magyar jogszabály a nemzetközi szakirodalom terminológiájához képest. Ugyebben ebben az esetben az esemény, azaz az, az event, ez any observable occurrence in a network or system, tehát minden észtelhető esemény megjelenés a hálózatokban és a rendszerekben. Tehát itt szó sincs arról, hogy minden esemény egyébként a bizalmasságot, a sértetlenséget és a rendelkezésre ez is sérteni. Ez az incidens, az incidens az ami ugye violation or imminent threat of violation of computer security policies, acceptable use policies or standard security practices, tehát ez az amikor mi megsértjük a biztonsági szabályzatot, amikor történik valami. Minek köszönhető az, hogy a magyar szaknyelvben az incidens szó helyett az eseményt használjuk, míg az esemény szó, az event szó nem jelentik meg a jogszabályban. Egyszerűen az, hogy amikor a jogszabályalkotás megtörtént, akkor bár a szakma alapvetően az incidens szó használatát javasolta, alapvetően ez nem minősült egy magyar nyelvben bevett megoldásnak, és a jogszabály alkota az incidens helyett az esemény szót használta, nem kis kavarodást okozva egyébként a szakértők között. Én a továbbiakban ezt szerint fogom használni a terminológiát, esemény, minden észlelhető történés a hálózatban, incidens, pedig minden olyan esemény, ami már megsérti a biztonsági szabályokat, azaz bizalmassági, sértetlenségi és rendelkezésre állási problémát okoz. Az incident handling, azaz az incidenseknek a kezelése, pedig ugye ezeknek az incidenseknek a, a, kezelését jelenti, azaz ugye azoknak az eljárásoknak az összességét, melynek segítségével az incidens hatásait csökkentjük, majd utána visszaállítjuk a rendszerünket a normális működési körülmények között. Közé. Egyébként, aki nem a Nistes 861-ben gondolkodna, azoknak az ISO 27035-ös szabvány tartalmaz részletes elveket az incidens menedzsmenttel kapcsolatban. Mint említettem, az incidens kezelés tehát egy folyamat, és mint folyamat, nyilvánvalóan vannak lépései. Az első lépés a preparation, ez a felkészülési fázis, a második lépése a detection and analysis, azaz az észlelés és elemzés fázisa, a harmadik fázis a containment eradication and recovery, azaz magának az incidensnek a lehatárolása, megoldása és a visszaállása normál ügymenetre, majd az egész egy Post Incident Activity vel az egy incidens utáni tevékenységgel zárul. Itt a Preparationre szeretnék egy kicsit kitérni, ugye a Preparation ez az a felkészülési fázis tulajdonképpen arról szól, hogy minden folyamatot egyrészt el kell kezdeni valahogy. Minden incidensnek van, minden incidens kezelésnek van egy elő, elsődleges lépése, ez pedig a szervezeti tudásból való tanulás azaz az annak az összeszedése, összeállítása, hogy milyen incidensek történtek a szervezetnél, mi volt az, amit incidensnek minősített egyáltalán a szervezet, mi az, amit tudunk, mi az, amire föl tudunk készülni. Ez azért nagyon fontos, mert ebben a felkészülési fázisból, az első felkészülési fázisban tudjuk azt meghatározni, hogy egyáltalán milyen észlelési képességeket állítsunk össze, milyen észlelési képességeink vannak, mi az, amit mi már korábban észrevettünk. Tehát ez a preparation, ez a felkészülés, ez egy hihetetlenül fontos lépés annak, hogy tovább tudjunk lépni. Nem utolsó sorban, amikor majd Egyébként észleltük és folyamatosan észlelni fogjuk ezeket az incidenseket, akkor ezeknek a, az incidenseknek a beépülése a szervezetetásban szintén mind-mind segít abban, hogy jobban tudjuk finomhangolni azt az észlelés és elemzési képességet, amit folyamatosan építgetünk majd a szervezetünkön belül. A detection analysis-ben történik meg a Tipikusan műszaki, de egyébként más humán megoldásokkal történő incidens észlelési képességeknek a felállítása. Praktikusan ez a legtöbb esetben ugye a logolást, a naplógyűjtést szokta jelenteni. Azaz azokat a képességeket e, tudjuk finomhangolni, melynek segítségével rájönk arra, hogy incidens történik a szervezeten belül. Az analízis ugye pedig ezeknek a logó, tipikusan logoknak, de alapvetően bármilyen biztonsági jelzésnek a feldolgozását jelenti, melynek segítségével képesek leszünk egyáltalán meghatározni, és ez a következő, a containment eredékésen a recovery fázis, meghatározni azt, hogy mi történik ennek, mekkora a kiterjedése, hogyan tudjuk a kiterjedést e, valahogy lecsökkenteni, és mik azok a cause-ok, -ok, azaz gyökérokok, ami miatt megtörtént maga az incidens. Illetve ide tartozik a recovery, azaz a visszaállás, a teljes üzletmenet folytonossági tervezési folyamat, melyet egy másik kapcsolódó videómban láthatnak az erre ezután érdeklődő tisztelt nézők. A post incident activity pedig a tanulságok levonása, annak dokumentálása, hogy mi történt, miért történt, és visszavezetése a szervezeti tudásba. Nézzük meg ezt részletesebben is. A preparation fázist most kihagyom, és az a észlelés és elemzés fázisára fókuszálok egy kicsit jobban, mi történik itt. Az első lépés az azonosítás, az identification, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a logokat folyamatosan gyűjtjük, folyamatosan elemezzük, és ebből próbáljuk meghatározni azt, hogy milyen biztonsági események történnek. Biztonsági eseményből rengeteg van. Biztonsági esemény, egy és biztonsági esemény, egy nem sikerült belépési kísérlet. Ezek mind biztonsági eseményt jelentenek, melyek azonban nem lépik túl a biztonsági szabályokban meghatározottakat, azaz nem okoznak bizalmasági sé sértetlenségi és rendelkezési problémákat. Viszont elemezni kell, hogy mik azok, amik potenciálisan ezekből az eseményekből incidensek lehetnek, tehát észlelnünk kell azt, hogy mik azok, amelyek túllépnek már ezen, például sok-sok sikertelen belépési, távoli belépési kísérlet után egyszer csak van azzal a felhasználói névvel egy olyan sikeres belépés, amivel korábban sikertelenül próbálkoztak, na ez potenciálisan egy olyan incidens jelenthet, amikor hát valahogy kitalálták a, a konkrétan gyenge jelszót az adott felhasználó névhez, és innentől kezdve, ugye egy bizalmassági sérülés jön létre, hiszen egy olyan felhasználó férhet hozzá az információhoz, akinek erre nincsen jogosultsága. Hogyha ezt meghatároztuk, akkor az incidens kategorizálni kell, hiszen különböző súlyú, különböző ö, ö, prioritású incidensek lehetnek, tehát fel kell tételeznünk azt, hogy az incidensekhez valamilyen kategorizálást fölállítottunk már korábban, és ezekbe az azonosított incidensbe tudjuk sorolni. A következő lépés a validálásnak a fázisa. Validálni kell külső szereplők, külső stakeholderek segítségével azt, hogy az azonosított incidens az valójában mekkora és milyen konzekvenciái, milyen hatásai lettnek a szervezetre vonatkozóan. Majd ezek alapján kell meghatároznunk azt, hogy az adott incidensnek milyen konzekvenciát, milyen komolyságot, illetve milyen prioritást rendelünk hozzá. Ezek javaslatok. Ezeket a javaslatokat ugye a megfelelő másik személynek, másik szervezetnek át kell tekintenie, és jóvá kell hagynia, hogy ők is egyetértenek vele, majd ezt meg kell, ezt javasolni kell, és jóvá kell hagyni. Attól függően, hogy milyen incidenst találtunk, ennek megfelelően kell az incidenst konkrétan kijelenteni és bevonni a külső feleket, eszkalálni, Például különböző szervezeti egységeket, IT-üzemeltetést, üzleti szervezeteket, vagy adott esetben a szervezet határain túlmenően értesíteni azokat az eseménykezelő szervezeteket, melyekről az IBTV és a GDPR is meghatározással rendelkezik, tehát konkrétan jelenteni az incidenst az erre vonatkozó jogszabályi követelmények alapján. Ha túlléptünk ezen, akkor jön a válaszadásnak és a visszaállásnak a folyamata. A válaszadásban az egyik legfontosabb és legelső feladat az az, hogy a lehető leghamarabb meg kell szüntetnünk az adott incidens továbbterjedését, tehát például egy kártékony fertőzésnél leválasztani a megfertőződött számítógépet a hálózatról, hogy ez a lehető legkisebb valószínűséggel terjedjen túl a hálózaton belül, és meg kell határozni, majd mint hogy sikerült valamennyire elejét venni a fertőzésnek, meg kell határozni, hogy mi volt a gyökéroka. Az adott fertőzésnek, mi volt az információ biztonsági sebezhetőség, melyen keresztül be tudott jutni, mi volt az a felhasználói tudatlanság adott esetben, ahogy be, ami miatt be tudott jutni az adott kártékony kód, és nyilván az erre vonatkozó bizonyítékokat rögzíteni is kell. Ugye milyen hasonló az incidens management mondjuk a járványvédintézkedésekkel, hiszen itt is alapvetően az a célunk, hogy a lehető leginkább határok közé szorítsuk, majd megtaláljuk, hogy mi az oka, és ezek alapján kitaláljuk, hogy hogyan lehet megszüntetni ezt a fertőzést, vagy éppen ezt az információbiztonsági incidens, hiszen a következő rész az eradication azaz az ö, gyökérokoknak és a műszaki sebezhetőségeknek a kezelése, a frissítések föltelepítése, új tűzhalszabályok alkalmazása, oktatásoknak a meg megtartása, stb. 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 mely az fog vezetni, hogy ö, a későbbiekben ez a sebezhetőség nem tud újra megjelenni. A utolsó lépés ebben a fázisban a visszaállás, amikor pedig a tanulságok és a javítások után visszaállunk a normál ügymenetbe, a normál üzletmenetbe, felhasználva az üzletmenet folytonosságban megismert szabályokat. Végül jön a Post-Incident Activity, amikor a célunk alapvetően az, hogy dokumentáljunk minden tanulságot leírjuk azt, hogy milyen tanulságok voltak, mit tanultunk az ügyből, lezárjuk formálisan is az incidenst, illetve létrehozzuk az Incident, incident Review Reportot, azaz egy olyan részletes műszaki leírást, amiben leírhatjuk, hogy mi miért történt és milyen lépésekkel tudtuk elejét venni ennek az incidensnek. Végül az utolsó lépés, javaslatokat teszünk arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket tudunk az IBIR-be az információbiztonsági és rendszerbe beépíteni annak érdekében, hogy ez az incidens a későbbiekben ne történhessen meg. Aki részletesen érdeklődik az incidens menedzsment gyakorlatával kapcsolatban, annak javaslom az Enisa az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség jó gyakorlat gyűjteményét elolvasni. Ez viszonylag régi 2010-es, de mint ahogy elmondtam ezt korábbi előadásaimban, és elmondom itt is, alapvetően az alapelvek szerencsére nem nagyon változnak, a technológiák viszont annál gyorsabban, így dacára annak, hogy ez egy viszonylag régi incidens menedzsment kiadvány, ennek nagyon jól használható. Ebből fogok most egy pár érdekesebb folyamatot idézni, és ebből rögtön az első, hogy hogy is kell az incidensnek magát jelenteni. Az incidens jelentés ugye úgy kezdődik, hogy ha hozzám egy olyan információ érkezik, miszerint incidens történt, akkor mindenképpen föl kell tennem a kérdést, hogy ez valóban egy incidense. megfelel -e az incidens olyan kritériumainak, amit én meghatároztam, mert hogyha nem, akkor ez az incidens ezt vissza kell utasítani, ez az incidens a későbbiekben nem minősül annak, úgyhogy nem kell vele foglalkozni. Amennyiben viszont, az, viszont valódi incidensről van szó, a következő kérdés, hogy ez egy olyan incidense, ami hozzám tartozik, azaz az én hatókörömben megvalósítható Akik a közigazgatásban dolgoznak, azok pontosan tudják, hogy az incidensek nagyon sokszor ugye nem a saját IT környezetükben keletkeznek, hanem mondjuk egy olyan környezetben, ami például a NIS hatókörébe tartozik. Ebben az esetben ugye nem az enyém, nem tudok vele mit csinálni, tehát szólnom kell annak a szervezetnek, akihez az adott infrastruktúra tartozik, és annak a cert annak az incidens kezelő, eseménykezelő központnak, akihez az adott, adott incidens tartozik, hogy kezeljék ők. Hogyha ők úgy gondolják, hogy ez hozzájuk tartozik, akkor nyilván el fogják kezdeni az incidens kezelését, hogyha nem, akkor ők fogják visszautasítani az incidens kezelését. Tehát tegyük fel, hogy hozzám tartozik az incidens, úgyhogy megfogatlanom a kérdést, hogy ezt az incidens ezt korábban már jelentették-e, mert hogyha igen, akkor ezeket az incidenseket, ezeket egymással össze kell kapcsolnom, és egyben kell kezelnem. Hogyha viszont nem jelentették, akkor az incidens regisztrálom, és elindulnak a további incidens kezelési eljárások. Hogyan kell az incidens osztályozni? Erre hihetetlen sok megoldás van, és e, tulajdonképpen minden szervezetnek a saját döntése, hogy az incidens osztályozást hogyan állítják. Föl itt a képernyőn egy mintaosztályzást lehet látni, például e, vörös csoportba tartozik, és nagyon magas a besorolása azoknak az incidenseknek, ami DDoS túlterheléses támadás, vagy phishing site, e, egy adathalász oldal megjelenését jelentik, de már csak yellow, azaz sárga, és magas a besorolása mondjuk egy trójai kódnak a terjesztése, vagy egy információ nem jogosult módosítása, és Orange normális a besorolása mondjuk az olyan incidenseknek, mint a spemek kéretlen levelek, vagy a copyright issue-k, azaz a szerzőjoggal való visszaélések. Az, hogy kinek milyen e, típusú incidens hova tartozik, ez Isten igazából mindenkinek a saját besorolása, viszont célszerű ezt megtenni, hiszen ezek segítségével e, fog majd előállni az, hogy ha több incidens típus is történik, akkor valójában az incidenseket milyen sorrendben, milyen komolysággal próbáljuk majd, meg, meg, majd e, e, lekezelni. És a következő pedig egy szolgáltatói mintát mutat, hogyha például egy vörös besorolású incidenst kapok, és az mondjuk egy olyan ügyfelemnél történik, aki mond, pont gov végződés az az, az az, közigazgatási szervezet, akkor azt egyes prioritással kezdelem, kezelem egy SLA, tehát valami szolgáltatási szerződéssel kiszolgált vásárlónál, ügyfélnél szintén egyes prioritással kezelem, mindenki másnál kettes prioritással történik meg mindez. Ezek a táblázatok, tehát a severity, azaz a komolyság szerinti besorolás, és az ezekből eredeztető priorizálás az, ami az incidens menedzsmentben rengeteget tud nekem segíteni, illetve azt is meg fogja határozni, hogy egyáltalán milyen incidens legyen az, amit én majd a, a harmadik feleknek, akár az nk zenkáinak, akár a naiknak bejelentek majd a későbbiekben. Hogyan oldjuk meg az incidást? Először is elemezzük, és itt már nem is a log szó, hanem a data szó, az az adatszó szerepel, tekintettel arra, hogy a modern világban, információbiztonsággal kapcsolatos eseményből bőven tudok gyűjteni. Nem csak logokat, hanem teljesen más típusú eseményeket is lehet. Ugye az elmúlt évtized egyik nagyon nagy előnye volt az, hogy a big data, mint fogalom megjelent, a nagy adatgyűjtés megjelent, és ilyen nagy adatból alapvetően biztonsággalatot is tudok gyűjteni mindenfélét. Sőt, ezekre a big épülve megjelent a mesterséges intelligencia nyilván különböző szinteken, melyek szintén lehetővé teszik azt, hogy a sok-sok összegyűjtött adatból a lehető leghatékonyabban tudjam előszedni, hogy a biztonsági eseményből ugye konkrétan mi a biztonsági incidens, amit majd valahogy e, föl kell dolgoznom. Tehát gyűjtsünk adatokat, és ezek az adatokat elemezzük, akár kézi, akár pedig gépi megoldásokkal. Nyilván a kézi elemzés, ez roppant körülményes, ennek ellenére ott, ahol nincsen semmilyen incidensmenedzsment eljárás, ott is azt tudom javasolni, hogy legalább gyűjtsük a logokat, hogyha a tudomásunkra jött valamilyen módon egy incidens, akkor legyen mihez visszanyúlni eh, annak érdekében, hogy az, az elemzés megtörténhessen. A következő kép feladat, ugye, hogyha elemeztünk és tudjuk azt, hogy mi az incidens háttere, a Resolution Research, azaz a megoldások utáni kutatás, ami nagyon sokféleképpen lehet, például az incidens, kezeléssel foglalkozó szervezetek, az eseménykezelők honlapjának az áttekintésétől kezdve az interneten keresztüli megoldás kutatáson át, a személyes kapcsolatokon át történő megoldás keresésig. Adott esetben mondjuk bizonyos esetekben minősített, adató, minősített információk nagyon-nagyon sokfajta megoldás lehetséges. De ezekből mindenképpen egy javaslatot kell tenni, és egy olyan javaslatnak kell kijönnie, ami a leg lehető legjobb az adott környezetben. Itt ugye vissza tudnék utalni a vanakráj kártékony kódra, amire abszolút volt gyors megoldás, hiszen csak egy Windows javítást, hibajavítást kellett volna föltenni Windows operációs rendszerekre, viszont eznek, ezeknek a pecseknek az alkalmazása arra azt veszélyeztette, hogy kritikus üzleti folyamatok leállnak, tehát nem biztos, hogy minden körülmények között ennek a frissítésnek a feltétele volt a legjobb megoldás, lehet, hogy egy hálózat egy lényegesen jobb megoldást jelentett erre a megoldásra. Tehát még egy ilyen látszólag egyértelmű helyzetben is azért több különböző megoldást lehet javasolni, viszont ezekből felelősen ki kell választani a lehető legjobbat, és ezt vissza végre is kell hajtani. Majd, ha ezt végrehajtottuk, akkor helyre kell állítani az üzletmenetet, az üzletmenet folytonosságban megismert elvek alapján. Mi történik az incidens után, hogyan tanuljunk? Hát ugye egy incidensben alapvetően nagyon sokan vehetnek részt. Az, aki az incidenset elszenvedte, annak alapvető feladata összegyűjteni a bizonyítékokat, hiszen ezekből tanulhat is, és ezek lesznek a későbbiekben majd egy jogi eljárásnak az alapjai is. Le kell írni az incidenst, meg kell fogalmazni, hogy mi történt, úgy, hogy ha az, aki részt vett az incidens kezelésében, és ő elmegy a cégtől, de ugyanolyan típusú incidens történik, akkor is képes legyen az utódja végrehajtani az incidens menedzsment lépéseit. És tanulni, 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 beépíteni a szervezeti tudásba azt, hogy hogyan lehet az adott típusú incidenst a lehető leghatékonyabban elkerülni, beépíteni a kockázatmenedzsment eljárásba, beépíteni az információbiztonság irányítási rendszerébe. Ha van szolgáltató, aki ha, ugye érintett volt a, az incidensben, de nem nála történt az incidens, ő abban tudja segíteni az incidens menedzsmentet, hogy megtartja a logokat, és ezeket a logokat, ezeket a naplókat rendelkezésre bocsátja, nyilván nem akárkinek, de például, hogyha rendőrségi megkeresés történik, akkor ezeket a logokat kiadja. Részt tud venni a különböző operatív megoldások feldolgozásában is, amennyiben erre szükség van. Illetve el lehet neki, nekik magyarázni, vagy rajta keresztül, hogy mi történt, hiszen hogyha az ügyfelével közösen vesznek részt az incidens menedzsmentben, akkor valószínűleg az ügyfélnél is lényegesebb több információ keletkezik a saját incidens menedzsmentjének létrehozására. Jönnek a certek, az eseménykezelő központok. Az ő feladatuk az, hogy közvetítsenek a különböző internetszolgáltatók közül, Tehát, hogyha például egy olyan túl túlteréses támadást kapunk, aminek a forrása mondjuk egy teljesen másik ország, egy teljesen másik kontinensen, akkor az eseménykezelő központok nemzetközi együttműködésén keresztül lehetséges ezeket a támadásokat a lehető leghatékonyabban lekapcsolni, hiszen ugye a megfertőzött bot, ahonnan a túlteréses támadás jön, ezt egyszerűen a másik országban levő internetszolgáltató lekapcsolja a hálózatról, és meg fog szűnni ez a fajta támadás. Az ő feladatukat tanácsadás, hogy hiszen ők, hozzájuk fut be az összes információhoz, hogy az adott incidens hogyan kezeljék le, és ezért nagyon fontos az, hogy jelentsük az incidenseket, hiszen az esemény fut össze az összes olyan incidens információ, ami alapján látják azt, hogy éppen milyen trendek történnek az általuk látott körben, és ezért ennek segítségével tudnak a lehető legjobb tanácsokat adni mindenkinek az incidens kezelésével kapcsolatban és hát ők is ugye megosztatják a tanulságokat, amit, hogyha bevonásra kerülnek egy incidens kezelésébe, akkor ők is tanulnak belőle, és ezt meg tudják osztani minden érintett szervezettel. Jogi osztály, ugye a jogi osztály feladata tanácsot adni, arra vonatkozóan hogyan kezeljenek egy incidenst. Mondjuk itt a magyar, Szakmai életben a, a magyar telekomot ért e, hacker támadásra tudnék utalni, ahol a jogi osztály e, tanácsai alapján indult egy jogi eljárás, és ők részt is vettek folyamatosan a jogi eljárásban, tehát látszik az hogy a nagyszervezeteknél nem csak informatikai, hanem bizony egy masszív jogi bevonódásról is kell beszélnünk. Végül az incidens forrása, hiszen a legtöbb esetben az incidens forrása az ma maga is, ugye egy incidens áldozata lesz, csak nem vette ezt észre, hiszen egy megfertőzött, meghackelt számítógépről szolgáltatásról indul el egy támadás. Az ő esetükben is sokat jelentett az, hogyha az ott levő logokat félreteszik és bevonják a jogi, illetve nyomozati tevékenységbe, illetve ők is ki tudják választani azt, hogy ki volt az a gyanús felhasználó, akitől maga a támadás elindult. Valamint nyilván ők is tanulhatnak ebből az incidensből, hiszen ha ők maguk is incidens áldozatai voltak, akkor a saját információbiztonsági folyamatukat fejlesztve elkerülhetik, hogy a későbbiekben áldozattá váljanak. Mit mond ki az IBTV, illetve hol kerül az IBTV esetében követelményként az, hogy információbiztonsági incidensmenedzsment keletkezzen? Hát nagyon egyszerű, már rögtön az alapvető informá információbiztonsági követelményeknél le van írva, hogy gondoskodni kell az információs rendszerelmének elmének sértetlenségéről, rendelkezés állásáról, zárt teljes körül folytonos és kockázatokon és védelméről, de ennél is egyértelműben látszik a hatos paragrafusban, ahol definit le van írva az, hogy a biztonsági esemény mények kezelése egy olyan követelmény, amit a szervezetnek meg kell valósítania, méghozzá oly módon, hogy a szervezet vezetőjének a feladat körében is megjelenik az események nyomon követhetősége, illetve a biztonsági esemény bekövetkezésekor minden rendelkezésre álló és szükséges erőforrás biztosítása a biztonsági események kezelésére, illetve az ő felelősség a biztonsági eseményekről és a lehetséges fenyegetésekről történő haladéktalan tájékoztatás is. Tehát ezek vezetői feladatok, amit nyilván az információbiztonság Felelős, fog majd operatív módon végrehajtani, az ő csapata fog majd operatív módon végrehajtani, hiszen az ő feladata a jogszabályban foglaltakkal való követelmények meg, megvalósítása és fenntartása. A részletes elvárásokat a 41 per 2015-ös BM rendeletben lehet látni, itt ugye ez a táblázat mutatja, hogy a biztonsági szintek szerint milyen szervezetnek, milyen besorolású szervezetek mi a feladata, és itt a hármas biztonsági szinttől kezdve jelennek meg biztonsági incidens kezeléssel foglalkozó követelmények, eljárásrendet kell létrehozni, figyelni kell a biztonsági eseményeket, jelenteni kell a biztonsági eseményeket, segítségnyújtást kell biztosítani, eseménykezelési tervet kell létrehozni, képzést kell biztosítani, ezek a legalapvetők feladatok, de nyilvánvalóan akár ennél alacsonyabb biztonsági szinteknél is szóba kerülhet, szóba jöhet az eseménykezelés, nem utolsóban azért, mert a GDPR miatt ugye mindenki, aki személyes adatot kezel, az ezzel találkozni fog a részletes követelményeket felvillantásszerűen lehet itt látni, ebben most részletesen nem megyek bele. Aki tesz érdekel és szeretné részletesebben áttekinteni, az nyilvánvalóan a 41 per 2015-ös BM rendeletben ennél sokkal-sokkal részletesebben is találkozhat a követelményekkel. Mit mond a GDPR? A GDPR-ban az adatkezelés biztonsága részben találhatunk alapvető követelményeket, ez is a bizalmasság sértetlenség rendelkezésre állásra vonatkozik alapvetően, és a, talán a információ biztonsági szakemberek által leggyakrabban citált követelmény is itt található, miszerint az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege hatóköre körülménye és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségi és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve többek között adott esetben ugye a bizalmasság sértetlenség rendelkezésre állást, ellenálló képességet is, illetve ugye az incidensre vonatkozó követelményeket, tehát az incidens esetén a személyes adathoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben le, vissza lehet állítani. Ezek mind-mind ugye az incidens kezelés és az üzletmenet folytonosság fontosságára hívják fel a figyelmet. Konkrétan az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak egyébként a 33-as cikkben van leírva, amiben összefoglalva azt lehet látni, hogy itt a feladat az az, hogy az adatvédelmi incidens indokolatlan késődelem nélkül is a lehetség, és a lehetséges legkésőbb 72 órával azután kell bejelenteni, hogy az incidens a tudomásunkra jutott. Itt ugye az az érdekes, hogy rengeteg helyen az incidens nem azonnal és nem 72 órával később a tudomásunkra, hanem amikor megjelenik az interneten egy kiszivárgás, tehát lehet, hogy hónapokkal vagy akár egy-két évvel később értesülünk erről. Éppen ezért fontos odafigyelni, hogy milyen adatok szivárok hattak ki tőlünk, akár az interneten is, hiszen hogyha ez megjelenik és más is értesül róla, akkor nekünk 72 óránk van arra, hogy ezt jelentsük. Úgyhogy jelentettük, akkor pedig a hatóság felé le kell írni azt, hogy mi történt, milyen felhasználói kategóriákat érintett, hozzávetőlegesen hány embert, nagyjából milyen kategóriákat, ki az, aki ezt kezeli, valószínűsítetően mi az oka, és milyen lépéseket tettünk annak érdekében, hogy ezt kezeljük. Itt eh, ugye két stratégiát lehet látni a gyakorlatban, az egyik az, hogyha van mondjuk 100 ezer felhasználónk, akit kezelünk, akkor vannak olyan szerzetek, akik azt mondják, hogy hát 100 ezer felhasználót érintett, majd ahogy egyre halad előre a nyomozás, egyre csökkentik ennek a számát, máshol azt mondják, hogy hát ez valószínűleg csak 500 embert érintett, majd ahogy halad előre a nyomozás mértéke, úgy lehet, hogy ez a szám föl fog menni tízezerre. Itt különösen a Yahoo példáját tudnám hozni, akik ugye úgy indultak, hogy hát érintette őket 100 millió felhasználót, aztán 500 milliót, aztán 1 milliárdot, aztán valahol 2 milliárd felhasználó körül állt meg az őket érintő biztonsági incidens környékén a számláló. Ez semmiképpen sem egy előnyös megoldás. Én azt javaslom, hogy ha incidens jutott tudtunkra, akkor mindenképpen az elképzelhető maximális számot jelentsük le, legfeljebb menet közben majd csökkenteni fogjuk, de ez még mindig a kisebbik rossz, és jobb, hogyha fölkészítjük a felhasználóinkat, mint hogyha megpróbálunk a lehető legjobból kiindulni. általában a biztonsági incidenseknél a lehető legjobb ritkán szokott bekövetkezni. Ezeket az incidenseket pedig nyilván kell tartani, tehát visszautalok arra az incidens kezelési eljárásra, amit mutattam, ugye muszáj, hogy legyen egy incidens nyilvántartásunk, ahol összeszedjük, gyűjtjük azokat az incidenseket, melyek már megtörténtek hogyan néz ki mindez a gyakorlatban. Ugye jellemzően az incidens kezelés műszaki hátterét egy log management, vagy egy úgynevezett SIM rendszer, Security Incident and Event Management, azaz biztonsági esemény, biztonsági incidens és esemény kezelő rendszeren keresztül szokták jellemzően karban tartani. Ezeket a, a műszaki megoldásokat egyre több szervezetnél lehet látni. Log management, azaz log gyűjtés egyébként akár open source, nyílt forráson is elérhető jellemzem egyébként, hogy színeket is lehet open source és zsűrforrás alapon ö, ö, telepíteni. Ezeknek a sikeressége viszont elsősorban attól függ, hogy milyen folyamat van mögött, és milyen emberi erőforrás, aki ezt ki tudja vizsgálni. Éppen ezért én azt gondolom, hogy legalább a logokat gyűjtsük, annak érdekében, hogyha valami incidens van, legalább tudjunk valahová nyúlni, legalább legyen valami történetisége annak az adott incidensnek. A legtöbb esetben azért ez úgy néz ki, hogy kevés emberrel esedi jelleggel történik, az, az információbiztonsági felelős, e, hogyha történik valami, akkor elkezdi túrni a logokat. Az optimálisabb benné, hogyha legalább a heti feladatok között benne van egy fél egy óra, amikor az összegyűjtött logokban e, valamilyen ismert incidensek nyomait keressük, és ezek segítségével tudjuk a megtörtént incidenseket kimutatni. Viszont az elmúlt években megjelentek az ünnepett szokok, Security Operation Centerek biztonsági műveleti központok, melyek akár lehetnek belsők is, nagy szervezeteknél látunk ilyet, Magyarországon azért a nagy szervezeteknél ezek már megjelennek, lehetnek külsők, ezt különösen azoknál a multinacionális cégeknél láthatjuk, ahol ugye az operáció maga több országban történik, és akik multiknál dolgoznak, azok találkozhattak is ilyenekkel, illetve szolgáltatásként is igénybe vehetők ezek a szokok. Már Magyarországon is több cég nyújt szolgáltatási konstrukcióban Incidens menedzsment szolgáltatást az ügyfeleknek, ennek nyilván az az előnye van, hogy nem saját magunknak kell kiépíteni, felépíteni ezt a struktúrát. Jellemzően nem ez a legfontosabb az információbiztonságban, Magyarországon különösen ott tartunk, hogy még mindig a klasszikus határvédelmi megoldásokban gondolkodunk, de azért vegyük észre, hogy incidensből van bőven, tehát fontos, hogy legyen egy ilyen e, funkció is. 2017-18-ban Háborni Balázs kollégámmal egy nagyon érdekes projektet futtattunk, kutatási projektet futtattunk arra vonatkozóan, hogy a világban hogyan valósul meg egyébként az incidens management. Ennek érdekében elmentünk különböző uh, security operation centerekbe, elolvastunk nagyon-nagyon sok szakirodalmat, és interjúkat csináltunk az ezzel foglalkozó szakértőkkel. Itt például a nagy elemző cégek Gartner és a Forrester elemzőivel is beszélgettünk, illetve a szakirodalomból itt a képernyőn látható Security Operations Center című Cisco kiadványt tudnám javasolni, ami szinte nagyon szépen összeszedi ennek az egész területnek az alapjait. És hát globálisan több országban, két földrészen több országban tudtunk interjúkat csinálni olyanokkal, akik Security Operation Centereket üzemeltetnek, az ő tapasztalataikat tudnám most ezt elmondani. Hát volt néhány feltételezésünk, és az első feltételezésünk az az volt, hogy maga a szín a Security Operations Center lelke, tehát alapvetően olyan eszközöket használnak, melyek ezt támogatják. Itt a képernyőn a Gartnernak a, a szímekre vonatkozó um, hype, illetve Magic Quadrantját lehet látni. Ez 2017-es, nem elfelejtettem frissíteni az előadás kapcsán, de megjelent a legfrissebb 2020. februárban jött ki, Érdemben nem nagyon változott az, hogy a két eh, leggyakrabban eh, használt szín az IBM QRadar és a Splunknak a megoldása, ezeket tekintik még mindig lidereknek, ez az, amit a leggyakrabban találtunk, és igazából minden egyes interjú alanyunk megerősítette azt, hogy valóban tényleg ezek a színrendszerek, azok, amelyek a lelkét jelentik az egész incidens menedzsmentnek, tehát a log, illetve kicsit tágobb értelemben, a security data, a biztonsági adat az, amiből ki lehet indulni és amiből el lehet indítani egy jó incidens menedzsmentet. A következő feltételezésünk az az volt, hogy az első döntésre percek vannak, tehát annak az eldöntésére, hogy egy biztonsági esemény, biztonsági incidense, erre valójában percek alatt kell döntést hozni, ott, ahol van Security Operations Center ez szintén megerősítésre került, sikerült interjút csinálni többekkel, ahol megerősítették, hogy ideális esetben legalább három szinten történik az incidens kezelés. Az első szinten 15 perc van annak eldöntésre, hogy egy biztonsági esemény valójában biztonsági incidense. Egy konkrét eh, interjú alany azt mondta, hogy náluk 8 millió biztonsági esemény történik óránként, ez nagyjából 2200 EPS-t jelent, tisztázzuk is itt a fogalmakat. 8 millió biztonsági esemény óránként globális szinten a világ közel 200 országából egy központba betöltve, ez egy nagyon jó eredménynek minősül, mert hogy egy biztonsági esemény lehet akár ugye egy portszkennelés, ha az a is végig végigmegy mind a 65.535 TCP porton, az ugye 655.535 különböző biztonsági esemény, ami gyakorlatilag tényleg egy-két perc alatt lefut, tehát biztonsági eseményből rengeteg lehet, ennek a túlnyomó többségét el sem juttatjuk a központi az a központi színbrendszerhez, ezeket eldobjuk, hiszen érdemi információt nem jelent. Ez egy másik tantárgya a logolás, a naplóelemzéshez tartozik, aki ezután érdeklődik ezt egy külön videóban itt a csatornámon szintén meg tudja majd hamarosan nézni. Az EPS micsoda, ez az event per szekundumnak a rövidítése. Logolási környezetben a termékeket jellemzően szerint az EPS, azaz esemény per másodperc uh, mértékegység alapján szokták megmérni. Ez a 2200, ez egy globális uh, cégnél, ez egy nagyon jó eredmény. Gyakorlatilag, ha Magyarországon egy közepes méretű szervezetet kezden kell nézni, és hogyha minden egyes eseményt születlenül ráengednénk, akkor azt lehetne látni, hogy valószínűleg ez az EPS szám, ez néhány százas nagyságrendű lenne, hiszen gyakorlatilag egy internetre kitett uh, eszközön szinte biztosan másodpercenként több száz olyan biztonsági esemény van, ami potenciálisan incidenshez vezethet. Incidensből viszont nagyon-nagyon ritkán történik. A magyar közigazgatási valóságban szerintem, hogyha havonta van egy-két-három incidens, akkor már sokat mondtam, viszont érdekességképpen 2018-ban nagyjából ezer incidens jelentettek az NKI részére, ami azt jelenti, hogy a teljes magyar közigazgatásban naponta három incidens történik. Nyilván ez nem túlságosan életszerű, és inkább köszönhető annak, hogy sokkal kevesebb incidens kerül az NKI tudomására, mint azt a jogszabály alapján szükséges lenne. De egy jó indikátor annak, hogy valójában azért biztonsági eseménynek, biztonsági incidensnek minősíthető esemény, azért az tényleg nem túlságosan sűrűn történik egy szervezetnél. Na de tovább, a második szintre, ez ugye a szakértői szint, itt, hogyha valamit az első szint incidensnek minősített, akkor a második szinten 60 perc van annak eldöntésére, hogy ténylegesen incidens történt, tehát a validálásra 60 perc áll rendelkezésre. Itt ennél a szervezetnél az események 90%-a alapvetően itt megoldható, az, az itt incidensnek minősíthető, ami egy nagyon jó arány. Viszont vannak olyan esetek, amikor nem ennyire egyértelmű, ebben az esetben egy még mélyebb szakértői körbevonására van szükség, ahol órák, napok, hetek alatt Történik meg annak az eldöntése, hogy ténylegesen incidens történt-e. Itt történik egyébként az első kilépési pont a szimből, és itt történik az úgynevezett drill down, azaz a mélyfúrás, amikor a különböző érintett rendszerek logjaiból, eseményeiből derül ki, hogy valójában mi is történt. A következő feltételezésünk az volt, hogy a szím az egyetlen feladat az incidenskezelés során, és hát ezt megcáfolták, hiszen, mint lehetett látni az előbb is, alapvetően az incidenskezelésbe gyakorlatilag a teljes informatikai infrastruktúra bevonásra kerülhet, ha máskor nem, akkor ugye a rútkózók a, a gyökérokok megértésénél. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az incidenskezelés nem csak az információ biztonsági szakterületnek a feladata, hiszen a szakrendszerekbe, azok üzemeltetői és fejlesztői nélkül nem fogunk tudni belenyúlni, és nem fogjuk tudni. Kihozni belőle az ott levő rejtett információkat, tehát ez mindenképpen egy közös munka. Mint ahogy a következő feltételezésünk is megcáfolásra került, mi szerint egy jó szimplagi mindent megold, tehát hogy minden információ látszódik a szímnek a felületén, nem azt tapasztaltuk, hogy a szímek alapvetően úgynevezett speciális formátumokat állítanak elő, azaz egységesítik a loginformációkat, CEFLEF, CIM, ezek mind-mind azoknak az uniformizált uh, szabványoknak a nevei, amiket különböző gyártók színmegoldásai használnak. És az uniformizálás, ez azt eredményezi, hogy nagyon sokszor, nagyon sok uh, információ egyszerűen elvész a központi adatgyűjtéssel, pontosan amiatt, mert hogy ezeket az uniformizálás során átalakítják, uh, levágnak belőle részleteket, tehát nem minden információ jut el a színbe, így uh, maga az incidens kezelés újra megerősítve ki kell, hogy nyúljon a célrendszerek, szakrendszerek felé is, és innen származó információkkal kell dolgozni. A következő feltételezésünk az volt, hogy a szabályok beállítása a SIM problémás, ezt megerősítették, ugye ahhoz, hogy jó incidens menedzsment lehessen, ahhoz ugye tanulnunk kell, a megtörtént incidensekből ezt a tanulást ezt pedig be kell vinni a szervezetításba, sokszor konkrétan SIM uh, szabályok alapján, Márpedig ezek a SIM szabályok, ezek szakértői munkát igényelnek, tehát egy ilyen központi rendszernek a finom hangolása, ez egy folyamatos feladat, és ez is mutatja, hogy az incidens management folyamat, tehát nincsen sajnos vége, nem úgy történik, hogy van egy SIM projektünk, és akkor, hogyha azzal végeztünk, akkor boldogok vagyunk, és minden működik, tekintettel arra, hogy a tanulságokat, a tapasztalatokat be kell vinni szabályformájában. Következő feltételezésünk az volt, hogy a támadó viselkedésének a megértése fontos. Ezt is megerősítették. Miért? Mint az előadás elején mondtam, rengeteg újfajta támadási megoldás van. Gyakorlatilag naponta találkozunk új típusú incidensekkel, és az, azokhoz, hogy ehhez jó védelmet tudjunk felépíteni, ehhez mindenképpen szükséges, hogy megértsük, hogy a támadó hogyan működik. A támadás fölépítése látható onnan, hogy vizsgáljuk az összegyűjtött adatokat, Látsz, hogy megtapasztalható onnan, hogy információkat szerzünk be, és például a szokoknak az egyik nagyon fontos képessége, az úgynevezett Cyber Threat Intelligence, vagy CTI, azaz a kiberbiztonsági fenyegetésekkel kapcsolatos felderítésnek a rendelkezésre bocsájtása, akár műszaki, akár pedig hagyományos hírszerzési módszerekkel, hiszen ezekben a szokokban nagyon sokszor, követik azt, hogy mit csinál a kiberbűnözői világ, milyen megoldásokat használnak, és jó előre beállítják azokat a szabályokat, azokat a tulajdonságokat a szímekbe, melynek segítségével a legújabb típusú támadói viselkedés is időben detektálható. Ezt egyébként korai észlelésnek, early warningnak is szokták nevezni következő feltételezés, a privilegizált felhasználók monitorozása kihívás, hiszen azt nagyon jól látjuk a támadások során, hogy ahhoz, hogy észre tudjuk venni azt, hogy, a privilegizá... azt, hogy egy támadás történik, ahhoz figyelnünk kell a kiemelt jogosultságokkal rendelkező felhasználókat. Miért? Mert a támadás során egy bizonyos pontban a támadó megpróbál privilégiumot eszkalálni, azaz a rendelkezésre álló tipikusan ö, ö, általános jogosultságú rendelkező felhasználónak a jogosultságait rendszergazdai vagy rúd szintre emelni, adminisztrátori szintre emelni és ezzel még mélyebb, még több hozzáférést szerezni a számítógépekhez, illetve a rendszerekhez. Ez egy lehetséges dolog, és azt láttuk, hogy a legtöbb megkérdezett igenis törekszik arra, hogy a privilegizált felhasználók monitorozását megtegye. Ennek viszont számos műszaki és jogi akadálya van, hogy más nem mondjuk, hogy a GDPR egy olyan megugrandó akadályt támaszt, amit egyébként meg lehet ugrani, Lásd, még Kis Attilával közös publikációm a témában, de mindenképpen egy, egy műszaki kihívást jelent. Miközben, nyolcadik feltételezésünk ez volt, a viselkedés alapelemzésnek van haszna, miközben igény egyébként teljes mértékben van arra, hogy ha már adatokat gyűjtenek, akkor az adatokat valamilyen módon föl is használják. Ez az UBA, ez a User Behavior analytics et azaz a felhasználói viselkedést elemzést jel jelenti, és tulajdonképpen egyébként viselkedés elemzés nagyon régóta van az információbiztonsági rendszerekben, hiszen például az IDS-ekben, a, a behatolás rendszerekben ugye mintákra szoktunk szűrni, azaz be tudunk vinni olyan mintákat, melyek segítik az egy-egy támadás lefolytatásának az észlelését, ezek egyébként a szímrendszerekben is ősidők óta megvannak, de emellett megjelentek a felhasználóra fókuszáló keresési lehetőségek is. Ez már azért egy, egy GDPR alapján egy kérdéses történet, Viszont a privilegizált felhasználóra fókuszáló a megoldások abszolút lehetségesek, és benne is vannak. Gyakorlatilag ez a gépi tanulás, és kicsit tovább menve a mesterséges intelligencia használatát hozza be a színrendszerekbe. Nem véletlen, hogy a két legnépszerűbb színmegoldás nagyon mélyen és masszívan használ, használja az adatokat, és a gépi tanulást ráépíti a biztonságra. Ez gyakorlatilag az információbiztonság jelene és jövője ilyen következtetéseket lehet meghatározni. Hát egyrészt nincs két ugyanolyan szín, nincs két ugyanolyan szervezet, nincs két ugyanolyan incidens menedzsment eljárás, tehát minden szímet testre kell szabni, éppen ezért ez egy viszonylag hosszú projekt szokott lenni, aminek nincs vége, a tanulás e, itt lesz e, velünk folyamatosan. A szím használatos a keresésben és a historikus adatok visszanézésében is, tehát hogyha nem színről csak egy kicsit tágabb értelemben log beszélek, ez ma minden mag valamit magára adó szervezetnek e, része kell, hogy legyen az információbiztonságának, kell, hogy legyen olyan adat, amiből információbiztonsági következtetéseket tudok végignézni, akár a múltra vonatkozóan is. A PUBA, azaz a Privileged User Analytics, az a e, kiemelt felhasználó jogosultságokkal rendelkező e, felhasználóknak a monitorozása, ez egy hiányterület a szokokban. E, látszik, hogy megjelenik, de még azért nem tökéletesen elterjedt, holott, ha más nem, akkor GDPR megfelelően és jól előrejelezve a korábban nem ismert és nem számított incidenseket, ez biztos, hogy egy, egy jó történet lesz, és a, a mesterség és intelligencia elterjedésével ezekben a rendszerekben ez is a hétköznapok részévé fog válni a 2020-as években. Megjelentek a kiszervezett uh, Security Operation Centerek, mssp Security Service Providerek, az ugye azok a szolgáltatók, akik mindezt megoldják helyettünk, akinek nincsen emberi erőforrása, nincsen tudása, stb., azoknak mindenképpen javaslom megfontolni, hogy szerződjön ilyen security operation szenterekkel ezzel kiszervezve ugye az egyik legérdekesebb e e és legnagyobb problémát okozó információbiztonsági megoldást. Ez volt tehát röviden az incidens management eljárás. Köszönöm szépen a figyelmüket. Akit érdekel a log management folytatjuk majd egy másik előadásban.